Sziasztok! Sok-sok szeretettel üdvözlök minden kedves nézőt! Ma van május 2-a, ez nem más, mint Agró Gyula fanatikus. Sajnos ugye össze-vissza készítettem a videót, sorrendben próbáljuk összeállítani, most ezzel van ugye egy-két műszaki munkánk. Na de nem is az a lényeg, ma fogunk ugye csinálni egy olyan videót, hogy kombinátorozni fogunk, és ezt részletesen el is fogom mondani nektek, hogy hogyan, miképp fogjuk ezt kivitelezni. Szóval mai nap egy ilyen pár órás lesz, egy óra vagy fél óra, hülye vagyok pár órás, szóval na, gyertek és tartsatok vele! Sziasztok! Itt is vagyunk, ugye ezen a fogasbornán, ugye régen ugye ezt vetésre használták, vakúztak, ezt a kereket fogjuk ugye rátenni. Hát a felnyíről megállapítva szerintem Lada Nivai lehetett. Annyira nem tudjuk elolvasni, hogy mi van ráírva. Szerintem néven lehetett. Volt kis csapadék. Láthatjátok. Jósan mutatjuk a kertet. Ugye van vetve bab, borsó, van egy kis sor hagyma, ilyen vegyes. Itt már kezdődik a borsó. Láthatjátok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sor. Nem rossz. Itt ugye nagy a távolság. Itt ugye még fogunk valamit vetni. Itt tudom én hagymát vagy zöldséget. Még nincsen késő, mert ma van május 2-a. Vagyis május 2-a anyák napja van. Szóval minden kedves anyát üdvözlök, boldog anyák napot szeretnék kívánni mindenkinek, minden kedves édesanyának. Na, itt van, hát szóval most nem tudom mennyire látszik egy dolog. Ráakassza még a jó Istent is. Na. A lényeg, hogy ez így. Hát fogjuk a kereket. És akkor megemeljük, rá tesszük, tehát a súly ez lenne pontosabban,
érdekes ez a művelet, így néz neki. Lehet nehezebb lesz neki, és akkor nem biztos el fogja bírni. Na. A lényeg, hogy fogunk egy telefontartót. Ugye ez a anyukám, még csak kihoztam. Keresünk egy téglát. Tesómnak a kertje el van betaményezve. Azért van ugye kijelölve. Ti szoktuk kijelölni általában. Én nem szoktam. Ha tudjuk, hogy itt van már vetve. Ezzel jelöljük. Van ez a nagy tégla. Nagyon jó. Itt ugye van 2-3-4-5 krumpli. Van vetve csemege kukorica. Na. És akkor szerintem talán így ma a felvétel valamivel jobb lesz, ha sikerül ugye természetesen beállítani, mert ugye ez sem könnyű beállítani. Mégis tudtunk szerezni valamit. Na megnézzük, hogy így mit is látunk, nagyon jó. Ma ugye ezt fogjuk így a gépezetre felkötni. Később ez a fogasmat fogjuk módosítani. Mindjárt időt van ugye. És így kell ilyen most tólat fogunk ugye menni. Elkezdve egy-két ember okoskodni, azért nincsen emelő, mert nem hittem, hogy ilyen nehéz lesz ugye a átszerelés tartalmát. Gondoltam nehéz lesz, de nem hittem, hogy ennyire.
két közelebb visszük a telefont. Elrúgjatok. Jobban láthatjátok így a eseményeket. Tehát ugye ez elég nagy súly, tehát annyi a műveletről, leveszük súlyt és még könnyebb, nincs nagy súly, ennyi a lényeg, könnyebben rámegyünk, és akkor szépen egyenletesen még el lesz munkálva a talaj. Szóval ugye esett most pár eső, láthatjátok való kis van, nézve ugye a gyom. Ugye csináljuk a magam odaadjuk, hogy ugye nem csináltuk, lehet ott is elhibaszt, ugye. És ugye felsürgetett minket az idő. Szép az idő, volt kis eső. Összességében ennyit jobb mondani. Húzzunk is bele. Mutatom itt a képeket és videóformájában. Ez már nagyon súlyos és nem egyenletesen maradt a súly. Nem tudom, látszik-e majd a videóban, hogy ugye jöttünk ki, és a gép azért egy oldalra meg emelkedett. Ez kerékne sem lesz jót. Jövőben olyan technikát szeretnék alkalmazni ennél a gépnél, ami tényleg olyan megoldás lenne E-téren, hogy ugye itt elől lenne, valahogyan ki szeretnénk kivitelezni az orsúlytartót, illetve lenne ennek egy felfogató része, amit különböző munkaeszközöket tudunk vele
szállítani, dolgozni az adott munkaeszközzel. Tehát én például ilyesmire gondoltam, vagy hasonló kivitelűre. Még az is egy kérdőjeles, hogy meg tudnánk-e úgy oldani ezeket a dolgokat, hogy van ez a kardán kihajtása, csak egy faintós talajmarut is tudnánk csinálni rá. Ez még kérdőjeles. Ugye semmit se szabad elsietni. Az élet arról szól, hogy kísérletezzünk különböző dolgokon. Na. Milyen lett? Ugye ott látszik, de az majd így sima átvegyük. Na. Azért ahol láthatja ezeket a nyomokat. Ugye itt már nagyon oldalra akart ugye borulni. Nézzük a nyomokat, ott is egy. Tehát azért nem semmi. Ugye föltettem ezt a egy-két videót a TikTokra is, hogy tólatva fogasolok. Ez ugye nem mindennapi látvány, legalábbis a mi kertünkben. Ugye muszáj összehozni. Összességében ennyit tudok mondani. Tehát azért a gépet is meg kell tartani. Itt egy olyan tanulságnak lehetünk szemtanulni. Nem csak a munkaeszközt kell ugye szem előtt látni, hogy jó, teszek rá súlyt, hanem ugye itt a gépnek is kell ugye le kell súlyoznia. Összességében ennyit tudok mondani. Úgyhogy ugye ez így összes terület, amit mondtam már, ez ugye 3000 négyzetméter. És ekkora gépnek azért, ekkora területen azért jó, ha van egy ilyen gép, ami ki tud szolgálni egy 3000 négyzetméteres területet. Ott hátul is láthatjátok, ott is van egy terület. Ennyi, felveszünk videóra, ahogyan dolgozok, így ezeket a munkálatokat végig kommentelni sajnos nincsen rá módom, így végén vagy legelején tudok pár gondolatot nektek megosztani. Más kérdés lenne, lenne olyan traktorom, amivel beleülnék, és akkor azért egy élőadást is tudnák indítani. Tehát ugye azt is kell figyelembe venni, hogy ilyenkor mindent én csinálok. Én irányítom a gépet, én is veszem fel a videóra. Itt most nem az, hogy nehezemre esik, csak hogy ti is lássatok be a technikai megoldások közé. Ez nem titok, szerintem ez nem lehet eltitkolni, hogy hogyan csináljuk meg a videót. Én szerintem egyszer úgy is kiderül. Én azt gondolom, hogy én maga a kertet is szívből csinálom. De amikor stresszes vagyok, ideges vagyok, nem úgy jönnek össze a dolgok. De én azt gondolom, amikor szépen halad egy művelet, akkor tök nyugodt vagyok, olyan, mint ki lennék cserélve igazából. Nem tudom mihez hasonlítani ezt a szakmát. Inkább beszélgetünk a hobbiról, mint szakma. Én nekem az a hobbi, szerelem, ez a kettő összefüggvényben van egymással. És ez a gép nekem ugye megtetszett, úgyhogy most se okozott csalódást. Úgyhogy ezt a mai napot úgy tudom majd zárni, végén ugye lesz egy videó, hogy simán el fogok munkálni ezzel a fogassal. Tehát fogassó pár gondolatot azért érdemes megosztani. Ugye négy ilyen tartó van, végül is ami fogosok vannak. Általában így ennél az elosztásnál ugye hat fognak kell
találni. Itt ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, illetve 7, rosszul mondom. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, és 7. Így igaz. Tehát egy ilyen sornál 7 darab fog található. Tehát ez nem mostani darab. Most szeretnénk egy ilyen kombinátort is csinálni. Ezt ugye azért nem szeretném összevágni. Annak ugye itt rosszabbak is. Na, hát én szerintem ennyit szerettem volna innen a kertről mondani. Tehát igazából megérkezett a várva várt eső. Szóval most ugye ez a végleges munkafolyamatunk. Szépen megmunkáljuk ezt a területet. Itt amit fogok vetni, vagy borsó, vagy hagyma, vagy zöldség, itt még fogunk gondolkozni. Ugye nem sokára megveszük rá a vetőmagokat. Általában én nálam a vetőmag választás úgy szokott lenni, hogy ugye ide fordítom a telefont. Nálam ugye a vetőmag választás nagyon érdekesképpen szokott történni, mert ugye bemegyek egyik áruházba, és ott döntöm el, hogy mit szeretnék venni. Nekem a borsó is megtetszett, hát akkor próbáljuk meg a borsót. Ugye borsóval negatív véleményem a hozzáállásom, mert volt egy-két év, mikor nagy semmi se termett rajta, egy-két tállal. Ennyi. Összességében muszáj tapasztalni. És a vetőmagválasztás úgy szokott nálam történni, egy fejben már eldől, hogy mit is szeretnék vetni. Például szeretnék hagymát, burgonyát itt most nálam, ami tényleg érdekességképpen tudok elmondani. Most ugye tavalyhoz képest kevés krumplit fogok termeszteni, legalábbis az én részem. Hát itt ugye 1, 2, 3, 4, 5 sor krumpli található. Tehát összességében ennyi. Nem úgy van nálam a vetőmag kiválasztás, hogy felírok egy cetlire, az egy fejbe eldől, hogy mik azok, amik szükségem lenne, és mik azok, ami tényleg nagyon fontosak. Ez így tényleg meg is van fejben, nem kell itt papír. Tehát összességében ennyit tudok mondani a vetőmagokról, amit én szoktam alkalmazni. Tehát jó, ha elmondom, hogy én hogyan szoktam, lehet, hogy egy-két ember ezt a tanácsot megfogadja, nem muszáj. Meg én a vetést úgy szoktam alkalmazni, hogy ugye például itt például krumpli volt, most kukorica. De nem mindig szoktam azt alkalmazni, hogy itt például volt tavaly is kukorica, és akkor még egyszer kukoricát adottam, nem hasznos. Tehát ez nem muszáj megfogadni. Tehát általában úgy illik, úgy kell vetni, hogy ugye itt, mit tudom én, volt kukorica, akkor másik fajtára fogod fókuszálni ugye a dolgokat. Volt kukorica, mit tudom, most vett szotyit, jövőre krumplit, stb. Tehát így váltva kell alkalmazni így a vetéseket. Ez a vetésforgó például. Ez úgy tudom kifejezni, vetésforgó, igen. De egyik évben ezt vetettél, másik évben meg másik fajta termint. Tehát összességében ennyit tudok mondani. Na jó, szerintem ennyit erről, sziasztok!
Na, hát mégis úgy döntöttem, hogy csinálunk egy ilyen élménybeszámoló bulit, és véleményezzük a munkámat. Na, ugye fogasról leszettük ezt a néva kereket, ami ugye felnés van. Ugye az neki súly, nagyon nagy súly, nem is az, hogy nagy súly, hanem a súlyelosztás. Tehát ezt ugye rátettem, vagyis elsőnek ezt itt hátulján nagyon szépen el tudta simítani, így nem szárad ki a talaj. Utána jött nálam az az ötlet, hogy mi lenne, ha egy ilyen hosszú vasat tennénk rá. Ez viszonylag annyira nem nehéz, de súly valamilyen formában. Valamilyen formában. Ne haragudjatok a nyelvpatolásért. Úgyhogy ez a rész ilyen lett. Ez volt a végső munkánk. Itt szerintem a magágykészítéseket ugye befejeztük. Úgyhogy most már csak vetni kell. Biztosan kapok egy olyan kommentet, hogy összegyúrkálom. Ezt ugye egyik kommentelő írta, hogy taposási kárt eredményez, hogy a gép. Tehát az azért le kell szögeznem, hogy anélkül, hogy ne menj rá, ez most, értitek, a lábra is igaz, csak nem akkora taposást eredményez, mint ez a gépezet. De azért annyit elmondok a modernebb mezőgazdaságba, vagyis a nagy gazdaságokban már az ikerkerék az már anélkül nem is mennek dolgozni. Ez igaz a kombinátorozásra, ehhez tartozik a magágykészítés, tárcsázás, talajlazítás. De mi a kérdés az? Ezt próbálom nektek így gyorsaságában elmondva. Ugye például veszük ugye a tárcsázást, hogy ugye szárat ugye legyúrja. És ugye gondolom a tárcsázónak sokkal könnyebben bele tudja ugye forgatni. Nem mindegy, hogy az állószár, az egy, hát igen, de így könnyebbé teszi, vagyis letömöríti az ékerkerék a talajt is. Ez is igaz. Na de ez a gép szerintem nem fog kapni ikerkereket, ha fog kapni, azért nem ez a gumi lesz, nem ez a felni lesz. Annyi lényeg, én ezen olyan további fejlesztést szeretnék folytatni, hogy ugye Terra Vari, ugye van az a márkájú gép, elég jól ismert a hazánkban, és ugye annál a gumiabroncs, a felni, oda tudsz ugye súlyt is tenni, gyári súly van rá, és ugye ilyen fejlesztésbe gondolkodok ennél a gépezetnél. Tehát a munka az most ilyen lett. Picit maszkáljunk. Megmutatom nektek, milyen a kert. Ez a fotelnek a része. Én nekem ugye itt el lett vetve zöld babbal. Úgyhogy növekszik a gyom. Láthatjátok is. Tehát ez. És kell a borsó. Láthatjátok. Nem sűrűre vetettem, megmondom őszintén, a gazos ide ugye be tudunk nyúlni. Tehát összességében ennyit kell róla tudni. Na de, átfordítom a kamerát. Mai napot így gyors, tömören elmondva, miről volt szó. Volt ugye magágykészítés, vagyis kombinátorozás, magágyelkészítés. Tettünk a fogasra súlyt, tesztelgettük,
összességében megnéztük a kertet, növényzetet, hogy nálunk. Tehát itt a tavasz. Szóval ez május 20, melyen május 20, ez a május másodika. Tehát most a többi videóval, ugye, amit ígértem, epizódokra szeretném osztani, de most ugye annyit csináltam, hogy összevisszaság van. Tehát egyelőre szerintem ez a videónk fog kikerülni, ne haragudjatok. Amire tényleg minden meg lesz csinálva, az a videó remélem minél előbb ki fog kerülni. Összességében ennyit szerettem volna. Szóval azért gyártsunk azért tartalmakat, én annak vagyok híve. Videózásban nem mondom, hogy profi vagyok, mert nem, van még tanulnivalom, de amit ismeretet el tudtam sajátítani maga a földről, a kertekről, az ugye több éves tapasztalatom ma hozzá. Nem vagyok a profi eltéren sem, hogy az embernek mindig is kell fejlődnie. És azt gondolom, nincsen olyan ember, aki nem tudna még tanulni. Mindig van hova fejlődni. Szóval ennyit tudok nektek elmondani. És ez nem más volt, mint a Ruris 913-as erőgépem. Egytengelyes gépezetem. És itt a tavasz, ez volt május másodika. Boldog anyák napját minden kedves anyukának. Szóval én ennyit tudok mondani tömörre lényegében, és jövünk a következő résszel, majd lesz krumpli töltögetés, egyéb finomságot fogok hozni nektek, és ne felejtsétek, ez az Agró Gyula, a fanatikus. Szóval sziasztok!